Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a képen látható Piko BMO kocsit fogom megtuningolni, bele fogom építeni a képen látható világításpanelt, illetve itt a fönt látható festékekkel ki fogom festeni belülről. Kezdjünk is hozzá a művelethez, először szét kell szednünk a kocsit. A kocsi szétszedése a szokásos módon történik, a kasznit két oldalt kezünkkel egy picit széthúzzuk, és az alvázat így ki tudjuk pattintani a különböző kis karmokból. Így mi szét is szedtem a kocsit, látszik, hogy a belső teljesen festetlen, a padló is fehér, az ülések is fehérek, a padlót barnára, az üléseket pedig ilyen pirosas színűre fogom majd lefesteni. Pepecs munka, én általában úgy szoktam ezt csinálni, hogy először lefestem az egyik oldali üléseket, majd a másik oldali üléseket, először az ülőlapot, majd utána külön a háttámlát is. Körülbelül 15-20 perc volt, mire az egésszel végeztem. Érdemes ügyelni arra, hogy ne folyjon túl a festék az ülés határain. És akkor így néz ki a festett belső, kész is vannak az ülések, most pedig jöjjön a padlónak a lefestése, ez ilyen barnás színű linoleum az igazi kocsiba, ezt a barnát fogom használni most. Itt is próbáltam ügyelni arra, hogy az oldalfalakat ne kenjem össze barna színű festékkel, inkább lassabban dolgozok, mint sietve, de pontatlanul. A következő lépésben a belső világítást fogom beépíteni, ehhez a belső berendezést le kell szednem az alvázról, hogy el tudjam vezetni a vezetékeket. A forgóvázakra kerékáramszedőket csináltam, nem a gyárit használom, hanem ezt a kis hajlított lézlemezt, ez pont fölillik oldalra a középső részre, egy kis kétoldalú ragasztóval rögzítem a kerékérintkezőt, majd ráforrasztom a vezetéket. Így néz ki a kerékérintkező, felszerelve. Igazándiból az a lényege, hogy viszonylag keskeny rézlemezt, illetve rugóbronzlemezt érdemes használni, hogy kevésbé akadályozza, kevésbé fékezze a kerekeket a gördülésükbe. Ugye ez olyan pályán, ahol emelkedők vannak, kifejezetten fontos, hogy ne erőlködjön annyit a mozdony. Ott középen van egy ilyen picike kis lyuk, ott bedugom ezt a vezetéket, és az alvázon keresztül átvezetem a kocsi belsejébe. Miután mindkettőt átdugtam, fölhelyezem a kocsinak a belső berendezését, és a pikóit oldalt ügyelt arra, hogy legyen egy ilyen kis kábel csatorna a világítás vezetékének, ebbe szépen belehajtogatom a vezetéket, és akkor így fog fölérkezni a világítás panelhez. A világítás panelre forrasztással rögzítem a két vezetéket. Miután kész, lepróbáltam, hogy jól illik-e a helyére, majd két oldalú ragasztóval rögzítettem a világítás panelt a kocsi belsőhöz. Így néz ki készre szerelve, látszik, hogy itt szépen oldalt el lehet vezetni a vezetékeket, mindkét oldalt, nem akad bele semmibe, kényelmesen van hely annak a kis kondenzátornak is, és akkor most össze lehet végre szerelni a kocsit. Az elkészült kocsi így néz ki a terepasztalon, ugye világítás nélkül annyira nem látványos a belső kifestése, de azért látszik a kis pirosas színű ülésünk, még ezen a képen is, viszont hogyha fölkapcsoljuk szépen a világítást, akkor láthatóvá válik a munkánk eredménye. Nagyon gusztusos, ilyen kis hidegfehér neonos világítás kapott a kocsi, beállítottam a neon effekteket is, sötétbe is jól néz ki szerintem az egész. Hát ennyi lett volna ez a videó, viszonylag szerintem egy egyszerű munka ennek a kocsinak a kis tupírozása, némi kézügyesség, illetve egy világításpanel segítségével azért jelentősen javíthatunk a belső kinézetén is. És hogyha este is szeretünk játszani a terepasztalunkon, akkor nagyon jól tud kinézni az, hogyha a kocsikban van belső világítás.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!